A hazai GDP felét a kis és közepes vállalkozások termelik, ebben a szektorban dolgozik a foglalkoztatottak 70%-a. Az exportnak viszont csak a 30%-át teljesítik a KKV-k, kezdte előadását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára Nyíregyházán. A mikro, kis és közepes vállalkozások alultőkésítettek, fejlesztéseikhez külső forrásra van szükségük, és sok mindenben, például a dolgozóik szakképzettségének növelésében, valamint a digitalizációban is alul maradnak más Európai Uniós országokkal szemben. A kamarai hálózat olyan, főként uniós fejlesztési források lehívásában és programok megvalósításában segíti a vállalkozásokat, amellyel jelentősen előreléphetnek ezeken a területeken is a magyar cégek. A digitális technológiák fejlesztése versenyelőnyökkel jár, a vállalkozások növelhetik termelékenységüket az infokommunikációs rendszerek kiépítésével. 2 éve folyik ez a program, és több mint 10 000 vállalkozás sikerült vele elérni, és több mint 3 000 vállalkozást beminősíteni úgynevezett digitálisan felkészült vállalkozásra, ami azt is jelenti, hogy annak a másik programnak a keretében, amire ez tulajdonképpen ráhord, és amelynek keretében a kisvállalkozások forrásokhoz juthatnak digitális technológiák megvásárlásához, alkalmazásához, 5%-kal nagyobb állami támogatást vehetnek igénybe, mint azok, akik nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Egy másik 19 milliárd forintos keretet dolgozóik képzésére költhetik a KKV-k. Van egy 19 milliárdos pályázati lehetőség, ahol a saját dolgozók képzésére majd a kisvállalkozások forrást vehetnek igénybe. És a harmadik az egy vállalkozói mentorálási program, ahol gyakorlatilag pénzügyi szemléletformálás, illetve a beszállítóvá válás és a kisvállalkozások nemzetköziesítése a cél. Erre mintegy 3,3 milliárd forint áll rendelkezésünkre. Flamand mintára és támogatással 15 évvel ezelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kamara indította el itthon a Plátó programot. A Plátó hálózat segíti a vállalkozásokat üzleti kapcsolataik szélesítésében, tapasztalatcserére adnak lehetőséget. A kis és középvállalkozásokat egy speciális módon segíti, ami azt jelenti, hogy kötetlen formában próbálunk tapasztalatcserét, képzéseket biztosítani számukra. Tehát a mai nap sem egy hagyományos konferencia jellegű lesz, hanem az a lényege, hogy szinte barátként találkoznak itt egymással a vállalkozók, és sokkal bizalmasabban tudják megosztani az üzletükre vonatkozó információkat, illetve a problémáikat, mint egy más adott programban. A jubileumi találkozón elhangzott itthon 10 megyei kamarában működik a Plátó program, és már a szomszédos, határon túli kamarák is csatlakoztak a Plátóhoz.